egységes civilizációnk helyett két különböző civilizáció lesz Európában. Lesz egy vegyes civilizáció, amely egy iszlám és keresztény együttélésre, vegyes civilizációra építi a jövőjét, és vagyunk mi itt Közép-Európában, akik továbbra is keresztény civilizációként képzeljük el Európát, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy Európa maradjon az európaiaké. Oda jutott a liberális gondolkodás Európában, hogy ma a szabadság első számú ellensége. Tehát a liberálisok a szabadság ellenségei ma Európában. I called Salvini last year September as my own hero. I still keep it, that position. A lengyel, olasz, illetve Varsó-Róma tengely. Ez a legnagyszerűbb fejlemények egyike, amivel az év egyáltalán elkezdődhetett. Úgyhogy én nagy reményeket fűzök ehhez.